Sziasztok! Különleges csemegét fogok elkészíteni most kutyák számára. Tudom, hogy nagyon szeretik például a csokoládés brownit, de én most egy sokkal egészségesebb rágcsálnivalónak, jutifalinak a receptjét és az elkészítési módját fogom megmutatni nektek. Egy nagy keverő tálba szórok 250 g teljes kiörlésű lisztet. Ez jó sok energiát ad. Jöhet hozzá 125 g zabpehely, de nem a legnagyobb szemű. Aztán pedig 125 g zabliszt. Nagyon egészséges hozzávalók, amik megkönnyítik az emésztést. Hozzáöntök 150 ml napraforgó olajat, amitől a bundájuk fényes és csillogó lesz. Két tojás fogja majd össze, amit csak úgy simán beleöntök. Egy fakanállal alaposan összekeverem. Miután ezzel megvagyok, mehet bele 200 g reszelt sárgarépa. Ez javítja a látásukat. Azután frissen vágott petrezselyem. Ha embereknek készíteném, sót is tennék bele, de így csak két kis kanálnyi köménymagot szórok bele. Újból jön egy kis mixelés a fakanállal. Ne ijedjetek meg, elég ragacsos, de ilyennek kell lennie. Aztán kézzel is jól átgyúrom. Majd lisztezett deszkára teszem, és megformázom, hogy könnyebb legyen vele dolgozni. Belisztezem a tetejét is. Kinyújtom, hát körülbelül olyan 5 mm vastagságúra, és amikor ezzel megvagyok, akkor elkezdem a kiszúrást. Csontalakúval dolgoznék a legszívesebben, de mivel ilyen nincs itthon, szívecske formájút választottam. Hát Maszatka már alig várja, hogy kész legyen a süti. A kiszúrt formákat átteszem egy sütőpapírral kibélelt tepsire, és 170 fokon körülbelül 50 percig sütöm. Hiába várja úgy a kutya, hogy megkóstolhassa, a sütőből kivéve teljesen ki kell hűteni, mielőtt odaadnánk nekik. A kihűlt jutifalikat jól záródó dobozban tároljuk. Akár 4 hónapig is eláll. Jó egészséget és jó étvágyat minden kutyusnak!